Kívánok! Paul Cunningham vagyok. Tegnap vett fel a... izé. Jé. Elfelejtettem a nevét, bocsánat. Ez az első nap, amit kicsi ideges vagyok. Szóval a főnök vett fel. Legalábbis azt mondta, ő a főnök. Tudom, mondta. Szilvia. Miss Szilvia Payton. Nagyon örülök, hogy megismerhetem, Mr. Cunningham. Kérem, tegye le a táskáját, és akkor megmutatom, hogy mi lesz a dolga. Röstelem, jelkisten, Miss Payton, véletlenül rossz föld alattira szálltam, de különben meglátja, meglehetősen pontos vagyok. Nem, ugyan nem számít. Azért vigyázzon rá, hogy túl gyakran ne forduljon elő. A főnök írtó kényes a pontossága, és most, hogy engem nevezett ki ennek az egész osztálynak a élére, de persze nem szólok neki a mai esetről. Igazán nagyon hálás vagyok. Ugyan szóra sem érdemes. Higgy el, én nem kértem, hogy belőlem csoportvezetőt csináljon. Én nem szeretek embereket dirigálni. Nyilván ilyen a természetem. Adj csak oda az evén csomagját, Mr. Cunningham. Ne teszem a kartot, egy szekrényre a levénhez. Kösz. Nagy szerencse, hogy kifogtam ezt az állást. Esti egyetemre járok, és sok cégnél szóba se állnak az emberrel, ha megtudják. Maga nagyon becsvágyó ember lehet. És mit tanul? Jogot. Még 3 év és megkapom a diplomám. Úristen, hogy várom én azt a napot? Borzasztó nehéz lehet. Állás mellett még egyetembe is járni. Hát, nem mondom, kemény meló. De ha végzem, meg lesz az elégtételem, hogy tudok. A maga erejéből, a magam verejtékéből, a magam pénzéből jutottam el idáig. És ezt nem sok korombeli mondhatja magáról. Milyen igaza van? Nézze, van én nekem egy nagybácsim, az jogász. Mégpedig nagymenő jogász. Francis T. Cunningham. Akárkit megkérdezhet a jogi szakmában, mindenki megmondhatja, kicsoda Francis T. Cunningham. Hát szóval, ha akarnám, elég lenne fölvenni a telefonkajzót, odaszólni neki, és minden küszködésemnek egyszerűen vége volna. De nem teszek ilyet. Nem én. Vagy végigürcölöm az egészet egyedül, vagy sehogy sem. Azt hiszem, tökéletesen igaza van. Tudja, egyszer valamikor jártam egy fiúval. Hát, persze nem volt komoly a dolog, de...
De lehetett volna, ha... Mindegy, ez most nem tartozik ide. Szóval, ez a fiú a orvosi egyetem helyett és a papája támogatta, nem volt semmire se gondja, nem kellett neki pénzt keresni. És mit gondol végzett? Hát az történt, hogy az apja újra nősült, és nem adott neki több pénzt. Na, ettől aztán az a fiú szétesett. Én még olyat nem is láttam. Hiába, a jellem. Az a legfontosabb. Úgy van. Hát akkor talán kezdjük is el a munkát, nehogy mindítson a főnök. Nagy reklámkampányt indítottunk, ez most írtókat. Szerintem magát is ezért tették fel. Nem, szóval azt csináljuk, hogy a valószínű vevők nevét és címét rágépeljük ezekre a levlapokra. A hirdetés az a másik oldalra van nyomva. Az adatokat, azokat a telefonkönyvből veszük. Haladjon szépen sorba, ahogy jönnek. Vigyázzon, hogy ne hagyjon ki egyetlen nevet se, mert a főnök mindent ellenőriz, és hát rettentő undok tud lenni, ha akar. Én most kezdtem el az át, maga pedig, mondjuk elkezdheti a... B. Úgy van, így biztosan nem hagyunk ki senkit. Elég könnyűnek látni. Az is, később, ha majd belejön, oda se kell figyelnie. Hoppá, mindjárt az elsőt el is rontottam. Attól féle kicsit berosdásodtam. Nem igen gépeltem az utóbbi időben. Ne dobja ki! Ha meglátja, a főnök kiveri érte a tüzet. Eleinte lassan gépeljen. Dőljön hátra a székén. A testtartás kirtó fontos. És vigyázzon, hogy egyenletes tempóban üsse le a billentyűket. Így? Jó. Sokkal jobb. De ne mozgassa a fejét, és a szöveget nézze, amit másol. Igazán kedves, hogy így segít nekem. Örülök, hogy segíthetek, Mr. Cunningham. Hol? A bőr a képéről. Mit képzeled, mi vagyok én, gyerek? Aj, ez a fizetség, ha kedves az ember, de nem bánom. Mehet, kereshet más, aki elvégzi neki ezt a koszos munkát, mert én kilépek. Mi történt? Elkezdtetek el mikácsolni, amiért 5 percet késtem. Na, ez már pofa kell, higgyel nekem. Szóval, ezek szerint maga is elkésett ma reggel. Egyáltalán nem nevetséges, Paul. Marha maga is annyi időt és energiát áldozott erre a cégre, mint én, és odaadta a képességei legjavát, akkor majd maga is máshogy fog beszélni. Hol a kettőm?
Tessék, itt van. Ide hallgasson, Szilvia. Maga most ideges. Nem gondolná meg a dolgot? Nincs ezen mit meggondolni. Ha megtalálnak kérdezni, hogy hova mentem, nyugodtan mondja meg neki a nevemben, hogy nem óhajtok tovább olyan cégnél dolgozni, ahol ilyen embertelenül bánnak az alkalmazottakkal. Pedig most nem tudjuk állást találni. Nekem elhihetik. Ekkora gyakorlattal? Maga viccel. Hány meg hány ajánlatot utasítottam vissza csak azért, mert hűséges voltam ehhez a... ez a kandisznóhoz odabent. És ez a jutalma. Én nem szerezném meg neki ezt az örömet. Nem én. Nincs oda öröme? Hát világos. Azt akarta, hogy maga menjen el innen. Nagyon jól tudja, hogy maga milyen érzékeny teremtés. És ha csak ugyan el is megy, akkor azt teszi, amit ő szeretne. Úgy érti, hogy szánszándéka... Csak! Mi másért rikácsolt volna magával? Inkább megdöglök, de ezt a törőmet nem szerzem benne. Ha csak ugyan ezt akarta, van még egy dobása. A magam akaratából fogok elmenni, nem a tövéből. Látja? Ez már okos beszél. Ó, higgy el, lesz még idő, amikor ő jön hozzám, hogy... Miss Payton, nem segítene, kérem, hogy minél előbb megoldhassuk ezt a problémát. De akkor rajtam lesz a sor. Egyszerűen csak belekacagok a buta pofájába, és szépen elmegyek innen. Na hát, azt látni szeretném. Dős az ipség. Ugyan ki menne hozzá? Ronda, mint a bűn, ez az igazság. Dolgozott itt egy lány. Tudálati volt? Karikatúrákat rajzolt a főnökről, és elküldte neki postát. Néptelenül persze. Sajnálhatja, hogy lemaradt róla. Majd megszakadtunk a rövidéstől. Az előző helyen, ahol dolgoztam, egy nő volt a főnököm. Bizonyos Mrs. Jameson. Hát az olyan magsi volt a szemüvege nélkül, akár egy denevér. És tudja, mit csináltuk? Amikor csak lehetett, eldugtuk a szemüvegét valahol az irodában, és akkor 2 vagy 3 napig, amíg meg nem találta, nem csináltunk az égvilágon semmit. Csak lógtunk, és dumáltunk egész nap. Érettségi után egy biztosítási cégnél kezdtem dolgozni. Az akkori főnököm, Mr. Williamsnek hívták, hát az olyan nyúlkálós alak volt, ha érti, mire gondolok. Értem. Hát egy szép nap volt, éppen magyarázza nekem, hogyan kell egy kötvényt kitölteni, és mint egy véletlenül, és nagyon-nagyon könnyedén ráteszi a kezét, a vállamra. Hát én megfordultam, fölnéztem rá, és egyenest a szeme közé köptem. Na, mire egyből kirúgták, mi? Attól a naptól fogva nagyon jól kijöttünk egymással. Olvasott valami jó könyvet mostanában? Múlt héten olvastam egy remek detektív regényt. Gyilkosság Bombayben, ez volt a címe. Én a fantasztikus regényeket szeretem. Mondja! Kérdeztetek magától valami? Persze, mi? Ha felajánlanák magának, hogy kap 1 millió dollár, de cserébe levágják az egyik lábát, mit válaszolnak?
Jobb vagy a ballában? Mindegy, valamelyiket. Elfogadnám a millió dollárt. Én nem. Inkább megtartanám a lábam. Nem, köszönöm. De szerintem szeretne egy kis teát inni. Köszönöm. Már is. Elfelejtettem a cukrot. Hozzatok bele? Hagyja csak, majd én teszek bele. Jó. Én... Brooklyn egyik szegény negyedében születtem. A szüleim majd minden nap egymás torkának estek. Nyomorúságos gyerekkor volt. Testvérem nincsen, csak hárman laktunk abban a bél, ócska házban. Odalent az utcán éjjel nyivákoltak és vercsoktak a macskák. Hogy miért is házasodtak össze a szüleim, azt nem tudom. De azt sem, hogy miért maradtak együtt olyan hosszú ideig. Most már külön élnek. Persze most már mindegy. Nincs a világon két annyira különböző ember. Az apám az legszívesebben folyton otthon ücsörgött volna. Szívta a pipáját és hallgatta a rádiót. Anyám most csinos asszony. Értett az öltözködéshez, szeretett eljárkálni otthonról. Én meg ott voltam kettejük között, és folyton ide-oda rángattak. Az egyikkel beszéltem, a másik mindjárt megvádolt, hogy milyen hülye vagyok. Meg se érinthettem, vagy csókolhattam az egyiket anélkül, hogy félnemnek kellett volna meglátod a másik, és akkor mindjárt kitör a botrán. Így aztán, amit gondoltam, azt meg kellett tartanom magamnak. Úgy nőttem föl, hogy folyton valami csodára vártam. Emlékszem, egyik délután jövök haza az iskolából. 12 vagy 13 éves lehettem, és a nappali szobánkban ott ült egy férfi. Az anyámmal. Nem csináltak semmit, csak ültek és beszélgettek, de megéreztem, hogy történt valami. Mintha elállt volna a lélegzetem, és kirontam a házból, és lent a járdán elhánytam magam. Később aztán megfogadtam magamban, hogy igen, csodát fogok tenni. Hogy sohasem leszek olyan helyen, ahol nem akarok lenni. És nem teszek olyat, amit nem akarok tenni, és megpróbálok az lenni, ami vagyok! Tehát az nagyon nehéz. Ilyen gyerekkor után, mint az enyém, az ember folyton utol akar érni valamit. Olyan ez, mintha két lépéssel hátrébb született volna, mint a másik ember. Mi otthon sosem ismertük az anyagi gondot. Ebből a szempontból nagyon szerencsések voltunk. Az apám jól keresett, mert persze csak amíg ért. 17 voltam, amikor meghalt.
Azt lehet mondani, hogy egészen jól éltek az anyámmal. Mi legalábbis soha nem tudtuk meg, ha veszekedtek is egymással, és ez nagyon jó a gyerekek szempontjából. Van egy nővérem, Charlotte. Már férjhez ment, és nem igen törődünk egymással, de gyerekkorunkban el nem hinné, hogy mi ment közöttünk. Akárhányszor veszekedtünk, a szüleink mindig neki adtak igazat, mindig én voltam a hibás. Ő mindent megkapott, amit csak akart, nekem a maradékkal kellett megelégednem, egyszerűen nem lehetett kibírni. Na, mindegy. Szóval az apám elég hosszú ideig betegeskedett. És volt egy gyűrűje. Gyönyörű gyűrű. Nagy onyx kővel. És kislánykoromban mindig játszottam vele. Behúnytam az egyik szemem, és belenéztem a másikkal. Száz meg száz gyönyörű, vörös meg kék csillagot láttam benne. Az apám mindig nekem ígérte ezt a gyűrűt. Mindig azt mondogatta, hogy ez a gyűrű az enyém. Biztosra vettem, hogy meg is kapom tőle, mielőtt meghal. De aztán nem szólt róla semmi. Egyetlen szó sem. Később aztán megláttam a gyűrűt. És mit gondol? Hol láttam meg? A nővérem ujján. Neki adta oda az apám. Hát, ilyen gyerekkor után mit lehet várni egy embertől? Nem tudom megbocsátani az apámnak, képtelen vagyok rá. És a nővéremnek sem bocsátom meg soha. Anyám, akit én tartok el kemény munkával, még mindig azt mondja, hogy nincs igazam. Gyakran. Én sem. Tévét nézni szeret? Sosincs rá idő. Ne felejts el, hogy én heti 5 estén egyetembe járok. De a feleségem folyton nézi, egyebet se csinál. Én nem is tudtam, hogy maga nős. Folytó hibát ez a gép. Nem jutok itt semmire. Nem jutok, kérem. Ezt például még ki lehet radírozni. Mi nem szoktunk kidobni semmit, ami még fölhasználható. Ez ennél a cégnél nem szokás. Jó. Jó, nem kell minnyáj murit csapni. De én csapok burit. Na, ki radírozni? De én vagyok felelős mindenért, ami ezen az osztályon történik, és unom már, és belefáradtam abba, hogy folyton a maga hibái miatt kell tartanom a hátamat. Mindenki azt képzeli, hogy én rajtam csak úgy taposni lehet, mint valami rongyon. Előbb ő, most meg maga. Legyen szíves meggondolni, hogy mit beszél. Ó, nagyon jól tudom, és maga is tudja, hogy miről beszélek. Nos, Mr. Cunningham. Ez a hála, ez a köszönet, amiért kedves vagyok mindenkihez, és igyekszem segíteni. Hát nem. Elegem van. Torkid vagyok. És nem vagyok többet hajlandó eltűrni sem magától, sem mástól. Nem, és nem! Mr. Francis Cunninghammel szeretnék beszélni. Ki keresi? Paul. Paul Cunningham. Köszönöm. Szervusz, Frank bácsi. Megint én vagyok, Paul. Hogy? Hogy vagy? Jól meg vagy? Hát ez remek.
velem nincs semmi különös. Húzom az igát rendületlenül. Igen. Új állásomban. Igen. Gépelek. Irodai munka. Frank bácsi, nekem ez nagyon sok így. Sokám egy kicsit állásban is lenni, meg heti 5 estén egyetemre járni. Hát teljesen kikészülök. Tudom, tudom. De gondoltam, talán tudná nekem valami félállást adni az irodában. Vagy valamelyik barátot tudna adni, ha szólnál neki. Igen, hogyne. Persze. Megértem. Igen. Légy szíves, kész csókomat. Sajnálom, hogy úgy kitörtem az előbb. Nem fordul erősödbe. Felejts el. Milyen remekül kitanulta ezt a gépet? Legalább valamit mégis kitanultam. Valami baj van? Nem. Nem, csak elgondolkodtam. Mi a fenének hajtom én magam? Majdnem minden este az egyetemen ülök. A hétvégéken otthon kell magolnom. Már nem is emlékszem, mikor pihentem utoljára rendesen. És minek? Hát csak egyszer fiatal az ember. Hát most kellene élvezni az életet. Én nem is tudom, hol biztosan így van, de talán sokkal jobban élvezni az életet, ha jogász lehetne. Ezért kell most áldozatokat hoznia. Az ilyen logika nem vezet sehova. A maga érvelése alapján minden jogásznak boldog embernek kellene lenni. Szó sincs róla. Az élet nem ilyen. Lehet az ember mellós is közben boldog, ha tudja, hogyan éget. De majd én megmutatom, hogy mit kell csinálni. Hát olyan fickónak, mint amilyen én is vagyok, azt a lehetőséget kell megragadni, ami adódik neki. Az ilyen legyen gyakorlatias. Nézzen szembe a tényekkel. Én nekem ez adódik. Ez az én lehetőségem. De én most nekifekszem ennek a munkának, és megmutatom neki, hogy én rám... Lehet, hogy majd talál nekem valamit. Előléptet vagy fölemeri a fizetésemet. Miért ne? Akkora cégnek, amilyen ez. Mindig szüksége van olyan emberre, aki nem ijed meg a munkától. És különben is nézze. Nekem 2 gyerekem van otthon. Most már lassan ő rájuk is gondolom. Két gyereke van? Persze. Nem vesztegettem az időt. Várjon csak. Itt vannak a fényképeik. Ezeket a nyáron vettük föl. Nem nézi meg? Na? Mit szól? Gyönyörű ez Paul. Hogy hívják őket? Frank? Meg Sally. De a fiú csak Buddynak hívjuk. Nem bírja elviselni, ha Franknek nevezzük. Fura kis csibé. Nem rossz, aki, ahhoz képest, hogy én vagyok az apjuk. Tudja, mit fogok csinálni, Szilvi? Most rögtön bemegyek hozzá, és megkérdezem, hogy mi az esélyem az előmenet erre. Az lesz a legjobb, ha ezt most mindjárt tisztázzuk. Bízisten, el kellene még egy kis pénz. Teljesen tökre tesznek a kiadások. Mit gondol? Maga szerint mi a legjobb módszer, ha akar tőle valamit az ember? Higgyel, fogalmam sincs, Paul. Képes egyik percről a másikra teljesen megváltozni. De ha nincs rajta a szemüvege, az rossz jel. Ennyit minden esetre tudok. Szóval a szemüveg. Értem. Hát akkor kívánjam szerencsét!
Remélem, hogy sikerül valami jó dolog. Mami? Szilvia. Nem, jól vagyok. Megjött a lámpa? Hát akkor vigyázz, ha megjön. Jól nézd meg, hogy nem sérült-e. Alá kell majd írnod egy papír, ami azt jelenti, hogy megnézted, és mindent rendben találtál. Ha nincs rajta semmi hiba, akkor aláírhat. De ha akármilyen hibát találsz rajta, bármilyen csekélységet is, tagadd meg az aláírást, és mondd neki, hogy vigye vissza. Érted? Hát remélem. Nem telefonált senki? Nem, nem azt mondtam, hogy hívást várok, ne forgass ki a szavaimat, csak én megkérdeztem, hogy nem keresette valami. Mert mindegy, hagyjuk, nem, nem fontos. Na, és Sárlok mit mondott? Nem, komolyan. Hát esetleg vasárnap. Jó, hát akkor hívd föl majd otthon. Jó, rendben. De van. Nem fest rosszul a dolog, bizisten. Gondolkodik rajta. Azt mondja, lehet az áruforgalmi osztályra kell majd valaki. Első vagyok a listán. Tényleg jól hangzik, Paul. És mi lesz az emeléssel? Arra még várnom kell egy kicsit, de megkapom. Úgy vettem észre, hogy tetszettem neki. Különösen, amikor megmondtam, hogy van egy kis tapasztalatom a jogi szakmában is. Látta volna, hogy fölcsillant a szemem. Csak időkérdése az egész, és ha egyszer elindultam fölfelé, figyelje meg! Nem akárkiért! Magában aztán van ambíció, Paul. Ide hallgasson, mert nem szándékozom életem végig így dolgozni. Hát máskor se. Megkeresem a magam dohányát, aztán kész. Végeztem. Az élet ott kezdődik kín, azon az ablakon túl. És ezerféle dolog van, amit ki kell próbálni. Meg kell nézni, és ki kell próbálni. Hát én... megnézem, és kipróbálok valamennyit. Egytől egyik! Figyelje csak meg! Millióféle dolgot lehetne csinálni. Feküdni a napon. Táncolni. Utazni. Szép ruhákba járni. Elmenni érdekes helyekre. Érdekes embereket megismerni. A hegyekre. Valami szép helyre a hegyekben. Jaj, Pólén. Én úgy tele vagyok életvágyjal, úgy szeretnék megismerni mindent is, és nevetni! Jaj, nevetni akarok, Paul! If I could take you up in paradise for the world, if you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again, shaboom, and often we'll meet again. Oh, life could be a dream, shaboom, if only all my precious plans would come to you, shaboom, if you would let me spend my whole life loving you, life could be a dream, sweetheart. Now every time I look at you, something is on my mind. Do what I want you to, baby. We'd be so far. Oh, life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you know, life could be a dream, sweetheart. Shaboom, shaboom.
Elrepülne a délután. Na, mit szól hozzá? Jó, én benne vagyok, ha akarja. Állatú. Kimondtuk? Ebéd, fél, kettőkor. Fél kettőkor. Nem is reggeliztem. Csésze, te átittam őszvíz, ennyi volt az egész. Mit hozott ebédre? Egy tonhalas szendvicset, paradicsommal és majonézzel, egy narancsot, meg egy szelet tortát. És maga mit hozott? Két pulykás szendvicset, meg egy almát, azt hiszem. Szóval fél kettő? Állatalkú. A múlt vasárnap elmentünk Chinatownba. Micsoda ebédet ettünk. Na, én imádom a kínai kosztot. Egyszer együtt voltam egy fiúval, aki beszélt kínaiul. Fú, ha látta volna, miket rendelt. Csupa fantasztikus étel. Csirkemájjal, meg gombával, meg mandulával. A kínaiak tudnak főzni, nem mondom, de ha komoly kosztról van szó. Olaszok verhetetlenek. Van egy hely a Westside-on, ahová járni szoktunk. Hát azt a parmezános borjú sülte, meg csirke cacciatórét, amit ott adnak, érdemes kipróbálni. Aztán van egy spagetti olyan mártással, hogy... Na jó, azt hiszem, én most is fogok enni. Úgy tudom, megállapodtunk valamiben, nem? Ne legyen már gyerek. Ha én most akarok enni, akkor most fogok enni, és kész. Maguk nők, mindegy formák. Nincsen gerinc. Nincsen önfegyelmük. Egyen, ha akar, én nem tartom vissza, de maradok a megállapodásnál. Egyébként. Nem azt mondtam, hogy eszem is, Mr. Cunningham, csak hogy azt hiszem, enni fogok. Legyen szíves, figyeljen oda, mielőtt kinyitja a száját. Egyébként azt hiszem, hogy nem kibírnám, mint maga. Sőt, kibírnám. Ebéd nélkül is. Amit nem mindenki mondhat el magáról. Igazán? Igen, és így van.
Majd meglátjuk, csoportvezető kisasszony. Maga féltékeny. Látod magát, ne is tagadja. Csak azért, mert én állok. Ennek az egész osztálynak az élén. Hát, amit élek, el nem felejtem. Higgye el, Mr. Cunningham. Én nem kértem, hogy belőlem csoportvezetőt csináljon. Én nem szeretek embereket dirigálni. Nekem ilyen a jellemem. Folytassa csak! És akkor nem sokáig fog itt dolgozni, azt garantálom, Mr. Cunningham. Mondja meg neki! Menjen be hozzá, és mondja meg neki! Nagy szívességet tenne nekem! Micsoda? Azt akarja mondani, hogy egy olyan ember, mint maga, a... maga jogi gyakorlatával, meg terveivel, meg ambíciójával, én tőlem vár szívességet. Miss Payton? Irtózom magától! Mr. Cunningham, ez nagyon gyenge kifejezés arra, amit én érzek maga iránt, ugyanis hányok magától! Miért nem lép ki akkor? Miért nem lép ki maga? Nem szerzem meg magának ezt az örömet, nem én! Én sem magának. Mi az Isten csinálok én? Nem ezt akartam, nem a rosszat egye meg! Szerintem fogalma nincs róla, hogy mit akar. Tudom én, nyugodt lehet. Mit gondol? Mi az, amit igazán tenni akarok? Most, rögtön, itt helyben az irodában. Letépni a ruhát a maga hátáról. Minden egyes darabot. És most rögtön. Belemarkolni a húsába és érezni, ahogy a teste izzad. És ropog az enyém alatt. Ért engem, Miss Payton. Paul! Ez gyötör engem, mióta csak először megláttam. Kiválom magát, Miss Payton. Most! Most rögtön itt, helyben! Itt a padlón. Azt akarom, hogy kiszegi a tüdejét, és a lába kalimpáljon a levegőben. Folyton erre gondoltam én annál a hülye írógépnél. Folyton ez járt az eszemben. Hát... most már tudja. És mit gondol nekem, mi járt az eszembe? Fáj a testem, annyira kívánom magát, Paul. Hányszor hunytam le a szemem, mert azt reméltem, hogy tesz valamit, ahelyett, hogy csak ül ott akár egy kőszobot. Oh, Szilvia! Mondom kell a mamának. És maga is szóljon a feleségének. Igében nagyon jó leszek a gyerekekhez. Szólni a feleségemnek? Összeházasodunk, nem? Nézze, Szilvia! Összeházasodunk, nem? Ördög vigyel! Én eszem! Az én hibám, tudom. Ne is mondja. Senki hibája. Egyszerűen csak ilyen az élet. Hozhatok magának valamit? Én nem eszem. Ahogy kívánja. Biztos, hogy nincs szüksége semmire? Biztos. Rendben van.
Nani? Szilvia. Nem, semmi baj, éppen ebédelek. Micsoda finom a szendvics. Megjött az asztal? Na, és milyen? Biztos, mert néha megsérült szállítás közben, gondosan megnézted? Jó, remélem. Nem telefonált senki? Nem, nem várok hívást, csak éppen kérdeztem. Na és Sárlott mit mondott? Hát ez jellemző rá. Azért legalább hetenként egyszer eljöhetne megnézni, hogy hogy vagy. Jó, jó, figyelj, ne vitatkozzunk ezen, most nincs erre energiám. És hogy vannak a gyerekek? Na, az jó. 85 font még nem jelenti azt, hogy zseni a gyerek. Nem, a legjobb akarattal sem. Én nem azt mondom, hogy ostobák a gyerekei, hogy ne forgass ki a szavaimat, egyáltalán nem ezt mondtam. De 85 font, az még nem zseni színvonal, és nagyon utálom, amikor az egekig magasztalod őket. Hogyha nem hiszel nekem, akkor kérdezd meg bárhol egy pedagógust. Jó, mindegy, figyelj, hagyjuk ezt abba. Hát majd otthon találkozunk. Persze, hogy hazamegyek, mégis mit képzeld, hova a csodába mennék? Jó. Önnek. És itt meg kiközelek. Ó, hiszen ez Mr. Arnold Robinson, aki a Lexington körúton lakik, New York városában és New York államban. Üdvözlöm a kedves családját, Mr. Arnold Robinson. És ki jön itt? Ó, hiszen ez Mrs. Beatrice Robinson, aki a Park körúton lakik, New York városában, New York államban. Haj, már is mennie kell Mrs. Robinson. Megint a régi bűn, Szilvia. Mi lesz az alakjával? Sose aggódjék maga az én alakom miatt. Törődjék a sajátjával. Van benne valami? Tessék, hoztam magának egy kicsit kávét. Na, no, kösz. Pártam. Kicsi hűvölte, van ereje a napnak. Egészen kellemes. Elsétáltam a parkig. Hogy mennyien ülnek és napoznak ott a padokon, az elképesztő. Szeretném tudni, hogy engedhetik meg maguknak. Szerintem a feleségéből él. Mi dolgozunk, ők meg napoznak. Lehet, nem is oda kocsin jár némely. Ne is mondja, tudom. Olvastam az újságban. 2000-ben csak 3 óra lesz egy munkanap. És csak 3 napon.
Egy munkahét. Igen. Én rajtam az már nem segít. Megpróbálhatnám bekerülni valamelyik szakszervezetbe. Tud olyat, amelyik nem korrupt? Vége volna már ennek a napnak. De jó lesz bedobni ezt a cipő. Megmosom a hajam. És nem vasalok egy kicsit. Ma nincs van, de úgy jön. Ugye, már ne vicceljen. Tudja, sokat gondolkodtam mostanában. Ja, Istenem. De tényleg. Gyerekkorom óta mindig független akartam lenni. Élni a magam életét, lehetőleg felelősség és család nélkül. Persze, itt belül azért mindig féltem ettől. De tudja, amit csak tettem életemben, az mind csak eltávolított attól, ami gyermekkoromban szerettem volna lenni. Amit lehetett, megházasodtam. Rögtön utána gyermekeim lettek. Olyan nehéz helyzetbe hoztam magam, hogy végül nem bírtam elvégezni a jogot. Nem sikerült olyan életet teremteni magamnak, amilyet akartam. Mostanában azt kérdezgettem magamtól, hogy tulajdonképpen igazából mit is akarok én? És tudja, mi a válasz erre, Szilvi? Nem is lehet más. Azt, ami van. Ami vagyok. Talán nem is akartam én soha semmi más, csak sajnálni magam. Van egyetlen valaki, aki tudja, hogy mit akar? Maga? Már én sem. Azt hittem, hogy tudom. Éppen úgy, mint maga. De ha csak ugyan azt akartam, akkor miért vagyok ma ott, ahol vagyok? Nem sok értelme van, mi? Megesküdtem rá, hogy az első adandó alkalommal ott hagyom az anyámat meg a nővéremet. Nem lesz hozzájuk többet semmi közöm, és ez majd boldoggá fog tenni. Erre tessék. Ma is az anyámmal élek. Minden áldott nap megkérdezem, hogy van a nővérem, mit csinál, hogy van a férje, a gyerekek, és nem bánom, Paul. Ennyire se bánom. Sok minden van, amit már én se bánok. Jó dolog ezt megbeszélni, Szilvi. Fontos dolog. Én mindig azt mondtam, hogy a legfontosabb, hogy önmagát megismerje az ember. Amikor észrevesszük, hogy sokan leélik úgy az egész életüket, hogy nem is ismerik önmagukat. Anélkül, hogy igazán megértenék önmagukat. Hát az egyenesen nevetséges. Tökéletesen igaza van. De nézzük csak meg, hogy mi van e mögött. Vegyük csak szemügyre egy pillanatra. Jó, nézzük csak. Miért? Miért? Miért mondja azt, hogy boldoggá tenni magát, ha elhagyna a családját? Ha ennyi lenne az egész, már évekkel ezelőtt elhagyhatta volna. Nem. Nem. Kell lenni valaminek, amit eltitkol. Maga nem mondja ki az igazat. Mert ha nem akart volna már, csak sajnálni önmagát, de akkor egyszerűen leülhetne egy sarokba, és sajnálhatná önmagát, ennyi az egész, ilyen egyszerű. De nem. Nem erről van itt szó. Hanem miről? Mi az, amit titkol? Marad a tény, hogy magát igenis érdekli, hogy mi van a családjával. Nagyon is érdekli. Fene mód érdekli. Ezért telefonál haza minden nap. Ezért érdeklődik a nővére után. Együtt akarja tartani őket. Magának sokkal nagyobb szüksége van rájuk, mint nekik magára. Mert éretlen maradt érzelmileg, és ezért nem tudja elfelejteni a múltat, és képtelen megteremteni a saját, külön életét. Maga szánt szándékkal hozta magát olyan helyzetekbe, amelyekben el kell buknia. Vajon mi volt a mögött, hogy olyan korán megnősült? És miért nem hallottam én magától soha azt, hogy szereti a feleségét? Miért nem várt addig, míg befejezi a tanulmányait, mikor is
sokkal több lehetősége lett volna az előre jutásra. Egyszerűen azért, mert vág tőlük valamit. A papa gyűrűjének nem volt itt semmi szerepe. Azt maga csak ködösítésre használja. Most már közeledünk az igazsághoz. Maga kényszert érzett, hogy gyorsan megnősüljön, gyerekei legyenek, és elviselhetetlen terhek nyomják a vállát. Meg akart kapni mindent, amitől félt, és el kellett buknia, mert valójában nem arról volt szó, hogy önmagát akarta sajnálni, hanem azt akarta maga, hogy mások sajnálják. Csak is ők adhatták meg magának, amit akart. Senki mástól, még egy férjtől se kaphatta volna meg azt. Hát, ezért nem is ment férjhez. No, most már közel járunk hozzá. Szánakozzanak magán, és dédelgessék, mint valami gyereket. Mert ezt összetévesztette a szeretettel. Hiszen valójában ezt akarta maga. Erre vágyott tőlük. A szeretetet, amit nem kapott meg a szüleitől. Szeretetre vágyott. Szeretetet akart? Hát persze! Érti most már, Szilvi? Hiszen olyan világos. Amikor már tudunk valamit magunkról, akkor elkezdhetünk gondolkodni, hogyan segíthetnénk magunkon. Ritkán volt részem ilyen kellemes beszélgetésben. Én is élveztem. És szépen múlik a délután. Ó, hála Istennek! Ja. Én azért sokkal jobb helyzetben vagyok, mint maga. Hogy? Először is a saját lakásomban élek. Aztán megnősültem, gyerekeim vannak. És egészen jól meg vagyok, úgy gondolom. Ugyan, hát ez butaság. Azt hiszi, valami különleges képesség kell ahhoz, hogy megházasodjék az ember és gyerekei legyenek? Én csak azt mondom, hogy vannak emberek, akik rettentően boldogok lennének, ha megházasodhattak volna. Netán én rám célod, Mr. Cunningham. Nem mondtam neveket, igaz? De ha igen, tegye magára, Miss Payton. Ugyan, ne nevettesse ki magát. Ha választanom kéne, már pedig biztosíthatom, szó sincs ilyesmiről, sokkal szívesebben maradnék egyedül, mint hogy kénytelen legyek tovább élni egy rossz házasságban. Rossz házasságban? Hát ezt honnan szedi? Hallott valaha tőlem ilyesmit? Azért én sem a falvédőről léptem le, Mr. Cunningham. Mind a ketten tudjuk, hogyha csak magán múlna, már réges-régen ott hagyta volna a feleségét. Úgy gondolja? Pontosan így gondolom. Hát engedje meg, hogy szíves tudomására hozzam, Miss Payton. A feleségem a legremekebb asszony. Ért engem? A legremekebb, a legbecsületesebb asszony, akit valaha is szerencsém volt ismerni. Kérem, Mr. Cunningham. Továbbá. Azt is szíves tudomására hozhatom, hogy oda nem adnám egy tucat olyanért, mint maga. Hát valószínűleg nem is sikerülne odaadnia. Hála Istennek! Legalább lesz egy perc nyugtom maga nélkül. Lefogadom, azt hiszi, hogy én nem tudom, mi megy odabent. De vajon miért gyöngyed már meg? Menjen be hozzá! Hallom, a fiúja már ott liheg az ajtó mögött. Mi az? Féltéke? Magára! Már máskor is előfordult. Szuka! Mit mondod? Jobb is, ha hallgat.
Barbara? Paul? Hogy vannak a srácok? Az jó. Ha, vele semmi különös. Ide figyelj, Barbie. Én nagyon sajnálom azt a tegnap esti dolgot. Kicsit túl sokat ittam. Ne menteges. Csak azt akartam mondani, nehogy azt hitt, hogy bármit is komolyan gondoltam tegnap. Én nagyon, nagyon nagyra tartalak téged. Tehát ezt tudod. És tisztel. Mindig is tiszteltelek. De ha iszom, a viszki beszél belőle. Abba hagyom neked, ígérem, persze. Megbocsátasz nekem, ugye? Akkor mondd is ki. Hallani akarom, ahogy mondod. Kérlek. Köszönöm. Igyekszem korán hazajutni ma este, és akkor csinálunk valamit. Valami mást. Ígérem neked. Jó. Jó, rendben. Ne felejtsd el. Szevasz. Szépen, és mondja meg neki, hogy felőlem mehet a pokolba, nem völgyi a titkárnője. És miért nem mondja meg neki maga? Nem is rossz. Ragyogó ötlet! Thomas Weaver, Harley utca 424, Bronx, New York. Hogy van ma Mr. Thomas Weaver? Kérem, adját üdvözletem kedves családjának. Ó, és itt kiközelek. Á, hiszen ez Miss Tina Lee Weaver. Aki... a Monroe körút 87-ben lakik, New York városában, New York államban. Hogy van ma? Tessék, ez a véleménye magáról, meg a cégéről, maga én, Tito! Paul! Most miért nem megy be a fiújához? Kár! Mert láthatná, amit ott lapul az íróasztala mögött.
ha álva marad, mint férfihoz illik, bizisten orba vágom! Maga most fölmondott? Hát mit gondol? Hát mi az Isten csinálta? Ezt az anyagot akarta rám sózni. Nem vagyok én a titkárnője, nem is voltam soha. Hallja! Maga mit visszó! Nem vagyok a titkárnője, nem is voltam soha! Kérem, nyugodj épp meg, Paul, mert éppen elég nagy bajba keverte magát úgy is. Bajba? Én? Röhög a bagdelem. Szabad ember áll maga előtt, Miss Payton, egy szabad és független ember. Bizonyám. Úgy élvezem végre az élet! De mihez fog kezdeni? Először is. Végre az leszek, ami vagyok. Újra férfi leszek. Tudja maga, mit jelent az? Férfinak lenni, Miss Payton. Manapság nem igen találkozhat férfiakkal. Mind ettől együtt csak attól fél, hogy elveszíti az állását. Elveszíti az állását. Nem mernek kiadni egy dollárt. Hát megijednek a tulajdon árnyékuktól is. Se ez. Ez itt nem ilyen férfi, bizonyám. Én nem nyolom senkinek a seggét! Ó, hát mit bánsz? Ezt itt. Régi szokásom. Nem kérsz belőle? Ne, gondolj! Ne, Paul! Ez annyira nem éli magához. Honnan tudja azt, hogy milyen is vagyok? Én honnan tudja azt bárki? Mindnyájan egyedül élünk, Miss Payton. Mindnyájan magányosan élünk egy kegyetlen és sivár világban. Milyen igaz? Tudja, mit csinálok? Igen, Isa. Francba az egészet. Így hagyok mindent, mindenki fakétnél. Tudja, ki lesz az első a holnap reggeli buszon, amelyik a nyugatra indul? Én. Csak figyelje meg. Paul, szerintem már éppen eleget volt. Ide figyeljen. Ez nem olyan pillanatnyi elmezavar nálam. És nem is a viszki beszél belőle. Réges-régen gondolok én már erre. Nekem büdös ez a város. Hát nincs itt egyéb, csak füst, meg zaj, meg korrupció. Én nem tudom, hová megy majd az a holnapi busz, de le nem szállok róla, amíg olyan helyet nem találok, ahol van sok friss levegő, meg sok szabad. Mert ez kell nekem. Sok szabad hely, meg hegyek, ameddig csak a szem ellát, igen. És ha majd megtalálom ezt a helyet, leszállok a buszról, és ott maradok. Én is mindig arról álmodtam, hogy egy ilyen helyre kellene menni. Kislány korom óta erről álmodtam, egy helyre. Jó messze el mindentől és mindenkitől, akit ismerek. Komolyan mondja. Mindent odaadnék érte. Szilvi. Tessék, Paul. Ide figyeljen. Mi ketten egészen jól kijöttünk egymással, nem? Remekül kijövünk egymással. Hányszor gondoltam arra, hogy a karomba veszem, és sohasem engedem el. Jaj, bár megtette volna, Paul. Még nem késő, ugye? Nem. Még nem késő. Csak.
csak mi ketten együtt. Jaj, Paul, én annyira boldog vagyok. Fölhívom a mamámat. Maga pedig fölhívja a feleségét. Nem akarok megbántani senkit. Azt akarom, hogy a lehető legkellemesebb legyen mindenkinek. Azt akarja, hogy hívjam fel a feleségemet. Persze, csacsi, hiszen összeházasodunk, nem? De maga nem érti. Hát összeházasodunk, nem? Á, ugyan mi értelme? Az én hibám, tudom, mondhatok és tehetek bármit, mindig az én hibám. De hogy... Az én hibám. Az én hibám. Nem érek én semmit, Szilvi. Mindig is ilyen voltam. Sose volt bátorságom semmihez. Csak ahhoz, hogy sajnáljam magam. Egész életemben lusta, önző gazember voltam. Sose csináltam semmit, aminek értelme lett volna, és most meg! Paul, mit csinál? Hagyja abban, mi a baj? Magammal nem törődöm, nem ér rólam van szó. Én életemnek vége. A feleségem. Menjen a francba, bazuka! De mi lesz a gyerekekkel, Szilvi? Én szeretem azokat a gyerekeket. Tudom. Mit is tettem én? Mit akartam én bizonyítani? Miért nem megy be hozzá és beszél vele? Kérjen bocsánatot, mondjon neki bármi. Maga az egyik legjobb gépírója, aki valaha itt dolgozott. Ezt nem szabad elfelejtenie. Úgy gondolja, hogy van remény? Gépírni tudok? Senki sem mondhatja, hogy nem tudok. Ez minden esetre valami, amit tudok. Nézze csak neked. Tessék, Szilvi, tessék, nézze meg! Egy darab hibát nem talál benne! Teljesen hibátlan. És ez? Nézze meg ezt! Hát, tud ilyet még valaki rajtam kívül? Ne, ilyet senki! Tudom, hol maga remek munkaerő. És ez? Hát akkor nézze meg ezt! Nincs benne! Hát nincs benne egyetlen hiba se! Aj, Paul, hagyja már abba, én viszek magának! Én tudom, hogy maga... Na. Én mindent megteszek azokért a kölykökért, Szilvén. Szeretem azokat a kölyköket! Tudom. Figyeljem, most szépen rendbe hozzuk magát, hogy bemehessen hozzá. Jaj, maradjon már nyugton, na, ne mozogjon. Na, most már tűrhetően néz ki. Ugyan mi értelme? Azok után, amiket mondtam neki! Csak szépen menjen be hozzá, beszéljen vele. Addig én rendet rakok itt. Attól az üvegtől pedig jobb lesz, ha megszabadulunk. Ezzel pedig végeztem. Megtanultam a leckét. Hát remélem is. Na gyerünk, menjen be! Szilvi, én csak azt akarom mondani, hogy ha visszakapom az állásomat, itt nagy változások lesznek. Paul Caringhamnek benőtt a feje lágya. Menjen már be!
rendben van. Minden rendben. Visszavett. Jaj, úgy örülök neki. Nagyon rendesen viselkedett. Végig hallgatott, és aztán azt mondta. Érthető, Mr. Cunningham. Mindnyájunknak megvan a maga keresztje. Tud ő kedves is lenni, ha akar. Mindnyájunknak megvan a maga keresztje. Nem is olyan buta ember. Ellenkezőleg. Nagyon sok mindent megért. Ugye, vennünk kéne neki valamit. Valami kis ajándékot az osztály nevében. Valamit ragaszkodásunk jelén. Hát akkor folytassuk. Ennek a napnak is nem sokára vége. Igen, hál' Istennek mindjárt vége. Mi olyan mulatság? Csoportvezető kisasszony. Ezt, amíg élek, el nem felejtem. Higgy el, Mr. Cunningham. Én nem kértem, hogy belőlem csoportvezetőt csináljon. Én nem szeretek embereken dirigálni. Jó, na, hát mindjárt nagyképűsködünk néha volt. Nagyon igaz? Mi az? Mit neved? Semmi, csak eszembe jutott egy fiú, akivel jártam valamikor. Az a kínai fickó? Ja, nem ismerek én semmiféle kínai fickót. Ez a fiú egy olyan kabaré színész volt. Már a puszta nézésével meg tudta nevettetni az ember. Meséltem már magának, hogy gyerekkoromban énekelni tanultam. Nem. Komolyan? Bizony. 8-9 éves koromban. Nem is tudtam. Gyerekkoromban. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like, oh, Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Milyen szép hangja van. Úr, csöndesebben.
Szilvia? 12 perc múlva 5. Csak 10 perc előtt szoktuk abba hagyni, Paul. Tudom, de... Gondoltam. Nem lenne rendes dolog. Igaza van, mint mindig. Na, Szilvia. Szerintem még mindig van legalább egy perc. Na, Szilvia. Igen. Most. Hála is. Ide kifáradtam. Forró fürdő, aztán most be az ágyba. Tiszta gyapjú térnadrágok. Közvetlen a gyártól a megrendelőhöz. Hatalmas kiárusítás. Térnadrágok. Szóval? Térnadrágokat árusítottam. Na, mozgás, mozgás, rakjunk el mindent. Manapság nem igen viselnek térnadrágok, igaz? Térnadrág. De jó meleg. Az igaz. Praktikus dolog! Nagyon praktikus! Várjon! Majd segítem! Nincs még túl korán? Éppen jókor. De biztos? Úgy érzem, mintha még nem lenne öt. Még két perc. Hogy is hívják ezt az új pasast? Mit? Egy szól? Vagy? Sose tudtam neveket megjegyezni. Mindegy, azért szépen beköszönünk neki. When I was 20.
when I was 35. It was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines. Their chauffeurs would drive when I was 35. Köszönöm. Jó volt, ugye?